A hallássérültek láthatatlan fogyatékosok. Csak akkor lehet észrevenni, hogy nem egészségesek, amikor felemelik a kezüket, mondta ennyire házán Tapolcai Gergely országgyűlési képviselő, a Sinoszországos elnökségének tagja. Hozzátette, a most induló rendezvénysorozatnak éppen az a célja, hogy vizuálisan ismertesse meg a társadalom halló részét a jelenéssel, a jelnyelv szépségével. Legfőbb célja az, hogy megmutassuk magunkat megyei szinten a társadalom tagjai számára, hogy mi is a sinosz, kik vagyunk mi, kik a hallássérültek, siketek, nagyot hallók, mi a jelnyelv, miért szép, és nagyon remélem, hogy ez a kezdeményezés nem egyszerű alkalom lesz, hanem hagyományteremtővé válik majd az idő folyamán, és ezáltal megyei szinten is közelebb kerülünk a térség tagjaihoz, hogy ez itt élő emberek, ha látnak egy siketembert, vagy találkoznak egy jelelővel, a jelnyelvvel, már alapszinten tudni fogják, hogy mi az. Annyira egyházi önkormányzat fontosnak tartja a fogyatékkal élők és a társadalom többségi csoportjait közelebb hozni egymáshoz. Ezzel kapcsolatban már több lépést is tett a helyi önkormányzat. Az önkormányzat már ebben az évben ugye. Ö lehetőséget biztosított nyáron egy több mint 800 fős részvételt fogyatékkal élő emberek számára. A hosszú távú célunk az, hogy mi is folyamatosan emlékeztessük rá a nyíregyháziakat, illetve az itt élő embereket, meg a társadalmat, hogy, hogy nem csak egészséges emberek vannak a társadalomban, nem csak egészségesek járnak iskolába, óvodába, és kapnak különböző képzést, és lehetőségeinkhez képest próbálunk nekik teret biztosítani, különböző programjainkban is. A megyeszékhelyen, a Kossuth téren az adventi program sorozat keretében több alkalommal léptek már felfogyatékkal élők, így megmutatva magukat egészséges embertársaiknak, tette hozzá az alpolgármester.